Idén is februárban rendezték meg a Bonyhádi Művelődési Központban már hagyományként számon tartott székelybált a Völgység fővárosában. A Teveli Fiatalok Egyesületének elnöke, Asztalos Zoltán a csoport tevékenységeiről beszélt. Mi elsősorban bukovinai székely hagyományőrzéssel, azon belül is a tánc hagyományok őrzésével foglalkozunk, de emellett igyekszünk azért néprajzi gyűjtőmunkát is végezni, illetve olyan épített emlékeket megmenteni, amelyek egyrészt az őseink által hozott, illetve átadott értékek, de mivel ugye az őseink csak 1945-ben kerültek ide ezért, és mivel itt korábban is éltek már azért emberek, tehát Tevelen is vegyes a lakosság, ezért igyekszünk olyan emléket is megérteni, amelyek nem csak a bukovinai székelyekhez, hanem Tevelhez, a Tevel településéhez kapcsolódnak. Az elnök elmondta, miért fontos ilyen jellegű találkozókat tartani. Bukovinai székely leszármazottként nagyon fontosnak tartom én is, hogy az identitásunkat minél erősebben őrizzük, és ezek az alkalmak, ezek tökéletesek arra, hogy találkozzunk a hétköznapokon túl egy picit, így kötetlene formában is összejöjjünk, beszélgessünk, és hát a farsangi időszak lévén mulassunk is egy jót. A rendezvényen részt vett a Magyarságháza igazgatója, Csibi Krisztina is. A Bonyhádi székely bálint már lassan 5 évtizede kerül megrendezésre itt Bonyhádon a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Igazából a Páva bál indította el 1978-ban ezt a nagyon szép folyamatot, és a mai napig a legnagyobb népszerűségnek örvendő közösségi rendezvény. Ez azt jelenti, hogy reggel 8 órától lehetett megvásárolni az idén a jegyeket, és 8 óra 40-kor már a legendák, a városi legendák szerint nem volt egyetlen eladó jegy sem. Tehát két színpadon két különböző székelyzenét játszó zenekar adja a muzsikát, a talpalávalót. Az igazgató úgy fogalmazott, hogy a környező településekről is sokan jönnek el a székelybálba. Elmondása szerint örömmel látják, hogy a fiatalság nagyobb létszámmal van jelen a programon. Az egyik legfontosabb rendezvénye az itt élő székelyeknek, de a környékből is Kakasdról, Aparhantról, Kisdorogról, Nagymányokról, tehát nagyon-nagyon sok környező településről, sőt Szekszárdról is érkeznek ide bukovinai székelyek és nem székelyek egyaránt, hiszen legtöbben már vegyes házasságot kötöttek, vagy már abban született gyerekekről van szó, akár unokákról van szó, hiszen mondtam, hogy nagyon sok a fiatal, és azt gondolom, hogy ilyenkor is tervezik meg az egész esztendőt. Idén is számos hagyományőrző programmal készültek, mondta el az igazgató. Az idén is lesz Bukovina Fesztivál, a Bukovinai Találkozások 34. Nemzetközi Folklor Fesztivál Bonyhádon augusztus 3 és 5 között kerül majd megrendezésre.